Szia Dalma, ezen a csatornán is szeretnénk köszönteni Győrbe. Ha jól láttam, akkor megtartottad az első edzésedet. Mik az első benyomásaid? Nagyon jók az első benyomásaim. Először is nagyon örültem, hogy már végre edzést tudtam tartani a lányoknak. Nagyon szépen dolgoznak, nagyon lelkesek, és én azt gondolom, hogy ahogy elterveztük, hogy itt az elején lassabban és inkább ilyen egyéni technikákra kiélezve a dolgot fogunk edzeni, az maximálisan teljesült eddig is, a mai edzésen is, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok a szezonnal kapcsolatban. Ha már a szezont szóba hoztad, akkor hadd kérdezzem meg, mi az, amit már most lehet tudni, lehet várni, vagy mivel számolsz, hogy a nézők mit várhatnak majd ettől a csapattal a következő évtől? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az a célunk és a tervünk, hogy fiatal magyar és fiatal győri játékosokra próbáljuk építeni a csapatot, kialakítani egy olyan magot, ami hosszú távon sikeres lehet. És én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen fiatalos, gyors, impulzív játékstílust próbálunk meg majd játszani, és ez remélhetőleg közönségcsalogató is lesz. Mi is reméljük, hogy így lesz. Addig viszont még sok idő eltelik, te elmész a válogatottal, fogsz dolgozni egész júliusban, utána fogsz visszaérkezni Győrbe, addig is sok sikert, meg jó munkát, jó egészséget is kívánunk neked, és akkor folytatjuk július végén, augusztus elején. Nagyon szépen köszönöm, és már nagyon-nagyon várom. Sziasztok! A város visszavár!